Sziasztok, bemutatom a Stopit. Ez egy program, egy stopper, amit Csabinyú használt a címerezés sorozatában. A története röviden annyi, hogy stoppert keresett, és hát nem talált olyat, ami neki megfelelő lenne. Úgyhogy jött az ötlet, hogy mi lenne, ha kipróbálnám, ha írnék egy ilyet, kíváncsi voltam. És hát össze is hoztam. Hát ha követitek a sorozatot, akkor sokszor láttátok. Nem akarok nagyon részletes bemutatót tartani, ő fog róla a videót csinálni. A leírásban ott lesz a link, valamikor a közeljövőben majd felrakja, nem tudom pontosan mikor. De ha felrakja, akkor ott lesz majd a leírásban, vagy kövessétek a csatornáját. Jó, csak egy-két dolgot szeretnék elmondani. Jávában írtam, tehát az indító egy .jar kiterjesztésű fájl. Ha valamiért nem indul, vagy gáz van az indítással, akkor jávát kell frissíteni. Indítás után így néz ki, megjelenik egy szám, ez mindig legfelül van, tehát akárhová, akármilyen ablakot hozok elő, ez mindig legfelül van. Lehet vonszolni ugye a bal gombbal, a jobb gombbal pedig előhoz egy ilyen kis menüt. Ebben beállítások vannak, betűtípus, szín, háttér, milyen időtől induljon ez a kezdeti idő, stb. Most nem megyek rajta végig. Ha nagyon vékony betűtípus van, akkor nehéz eltalálni a számot, de nem gáz, mert a tálcán is van egy ikonja. Így néz ki ez a kis stopper. Jobb gomb ugyanúgy előhozza ezt a menüt. Az egyik ilyen, vagy inkább úgy mondom, az egyetlen, nem tudom, hogy van-e más hibája. Az egyetlen hibája, hogy ha beállítotok egy gombot, akkor az nem használható a programban. Na, tehát be lehet állítani gyors billentyűket. Most a numerikus 789 van, a 7-essel elindítom, tehát akárhol vagyok, akár melyik programban vagyok, ha megnyomom a numerikus 7-et, akkor elindul. Viszont a programban nem tudok vele írni, tehát most itt az órának szeretném beírni azt, hogy 7 óra legyen, lenyomom a numerikus 7-et, és hát elindul a stopper, viszont nem írja be a 7-est. Nem gáz, mert a másik 7-esebb be tudom írni, meg nem tudom mennyien fogjátok használni, át lehet állítani ezeket a gyors billentyűket. Csak van egy ilyen érdekessége, de szerintem nem olyan fontos, nem is nagyon foglalkoztam vele, hogy hogyan lehet ezt kijavítani. Így hirtelen nem tudom, mi okozza. Jó? A másik dolog, hogyha esetleg, nem tudom, egyszer csak nem működne valamiért, vagy rosszul működne, akkor töröljétek ki a mentést. Ugyanis minden, amit beállítotok, a háttér, a betűtípus, az, hogy hol van, azt is elmenti. Elmenti egy fájlba az indító mellé, a jar mellé, egy stopi.save.dat fájlba. Hogyha bármi gond van, akkor töröljétek ki, és akkor minden indul az alapértelmezett értékekkel. Na, még annyi, hogy kilépéskor ment, tehát hogyha így rendesen bezárjátok a programot, akkor fut le a mentés, tehát hogyha áramszünet van, akkor nem menti el azokat a beállításokat. Ezt azért mondom, mert nem minden beállítás után, tehát most itt átállítom a kezdeti időt, akkor nem menti el automatikusan csak kilépésnél, de ez is csak egy olyan, hogy érdemes szem előtt tartani egyébként, hát egyébként nem valószínű, hogy sokszor fogjátok nem rendesen leállítani a programot. Jó, azt hiszem más nem akartam, tehát tényleg csak egy ilyen egy-két fontosabb dolog. A használatáról majd Csabinyú csinál videót. A leírásban ott van a link, le lehet tölteni, lehet időt mérni. A kézikönyv óvjon.